Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Itt van velünk a vonalban Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Na, milyen izgalmas híreid vannak a nemzetközi cégvilágból? Hát ilyen, először is az Apple-től van egy kis személyi hír, mégpedig az, hogy Oliver Schustert, aki eddig az európai zenerészleg vezetője volt, ő ugye londoni székhelyjel át fog költözni Kaliforniába, és az Apple Musicnak ő lesz az alelnöke. Ugye erről az üzletágról azt kell tudni, hogy egyre, tehát ahova ez az üzletág tartozik, azt kell tudni, hogy ez egyre jelentősebb az Apple-n belül, hiszen a fokozatosan lassuló iPhone eladások mellett az egyéb szolgáltatások egyre jelentősebbek lesznek. Schuster egyébként 2004-ben kezdett az Apple-nél dolgozni, ő vezette be Európában az iTunes-t, és közvetlenül Eddie Q-nak fog jelenteni. Ugye ő a vezetője az internet szoftver és szerviz üzletágnak az Apple-n belül, és hát közvetlenül Q volt az, aki e-mailben tájékoztatta is a kollégáit erről a változásról. Igaz, hogy ezelőtt már a Variety nevű magazinban ez a hír megjelent. Hát azt gondolom, hogy az árfolyamra nyilván nagy hatása nem lesz, ez inkább ugye egy érdekesség, hogy ugye házon belül meg tudták oldani akkor a globális területnek a vezetését az európai vezető előléptetésével a zeneüzletágon belül. Tehát ő volt mondjuk az Apple, és akkor egy ennél szerintem egy kicsit érdekesebb hír, hogy egy Goldman Sachs-os minősítés a Teslával kapcsolatban. Ugye itt a Teslával kapcsolatban ugye az elég széles palettán mozognak a várakozások, vannak ugye az abszolút meg most már az ár is. Meg az ár is jókat mozog. Na most ugye ami érdekes, hogy a befektetők azok után, hogy az elmúlt héten ugye a harmadik negyedév utolsó hetének értékesítési darabszáma az elmaradt a korábbi prognosztizától, ugye 2020 lett a 2500 helyett. Ennek ellenére ugye mégis visszanyertek valamennyit ugye a bizalmukból. Ez ugye a befektetőkre igaz, nem úgy az elemzőkre, akik ugye rosszabbnak látják a cégnek a jövőképét. Hát ezen belül is ugye a legpesszimistább a Goldman Sachs, akik annak ellenére, hogy most 20%-ot növekedett a papír árfolyama itt rövid időn belül, ugye 250-ről 300 dollárra, kritikusan ítélik meg a Elon Musk-nak a kijelentését, ugye, hogy 5000 darabra tudja a Tesla 3-as modelleknek a kibocsátását növelni, és hát kevésbé hisznek abba is, hogy nem lesz szükség egy tőkeemelésre. Tehát a Goldman Sachson belül konkrétan ők arra tippelnek, hogy legkésőbb a harmadik negyed évben tőkeemelésre lesz szükség, és hát egy elég jelentős árfolyam csökkenést is fog ez okozni a papírba. Egész pontosan ők 195 dolláros célállat fogalmaznak meg. Hogy miért? Ezt nézzük meg. David Tamberino ugye az elemzőjük, aki ebből a céggel foglalkozik, és hát ők eddig is pesszimisták voltak a Teslával kapcsolatban, tehát az előző elemzésükben is eladást javasoltak, és ezt a célárat egyébként az előzőt még most ugye még lejjebb húzták, ugye aminek az oka, hogy nem hisz Elon Muskban, ő szerinte a Model 3-ból a második negyed évben nemhogy nem érik el az 5000 darabot, hanem egész egyszerűen még csökkenni is fog az első negyed év végig 2020-ról, ugye heti mennyiségről, egészen 1400 darabig, aminek az az oka, hogy míg eddig csak a gigafaktorinak ugye az akkumulátor előállítási szűk kapacitás miatt volt
az alacsonyabb a darabszám. Szerintem most már az összeszerelés, a Fremonti összeszerelő üzemben is lesznek problémák, és ezért még az előző időszaki mennyiséget sem éri el. És ezzel az újabb cél el nem érésével ennek ugye komoly következményei lesznek szerintem. Tehát ez azáltal, hogyha ahhoz, hogy elérje azt a bruttó marzsot, ami a működéshez szükséges lenne, ahhoz kéne ez az 5000 darabos mennyiség, mivel szerintem ez még a harmadik negyed évben is nehezen fogja tudni csak elérni a cég, ezért szerintem mindenképp ugye tőkeemelésre lesz szükség legkésőbb a harmadik negyed évben, és hát ez természetesen negatívan hat a papír árfolyamára. Na most érdekes volt, hogy erre mit reagált ugye Musk, ugye egy Twitter üzenetében, hát nem tűnt túlzottan gondterheltnek ettől az elemzéstől, és válaszolt, hogy elég tömören, hogy hát tegyétek csak meg a fogadásaitokat, vagy a becsléseiteket, ez egy három szóban, place your bets, amit hát a iparági szakértők nem tartanak túl szerencsésnek, ugye ezt kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik értelmezés ugye az lenne, hogy a Tesla befektetőknek, hogy hát mindenki a saját rizikójára vegyen csak Tesla részvényt, ugye ez lenne egy értelmezés az üzenetnek, a másik az pedig egy ilyen kihívás a Goldman Sachs felé, hogy hát tulajdonképpen majd meglátjuk, hogy a végén kinek lesz igaza. Minden esetre ezt ugye nem tartja ugye túl jónak a szaksajtó, hogy hát gyakorlatilag kihívja maga ellen a Goldman Sachsot, hogy hát ennek a második verziónak ugye nagyobb a valószínűsége, hogy ő ezt így gondolhatta, viszont gyakorlatilag megtettek egy tétet, hogy na akkor nézzük meg, hogy három hónap múlva ki lesznek igaza, és hát hogyha Goldman Sachs ugye tesz azért, hogy ne ők veszítsenek, akkor valószínűleg ez ugye segíti is azt, hogy a Tesla árfolyama ne túl jól alakuljon. Egyébként ugye a Goldmanon kívül mondjuk a többi befektetőház sem túl optimista, tehát egy Norddeutsche Landesbank mostanában 240, egy Bernstein 265, egy Jefferies 250 dolláros célárat fogalmazott, egyedül a Nomurának van egy 420 dolláros célára a mostanában kijött gyors elemzések közül, ami ugye magasabb a jelenlegi árnál. Oké, hát köszönjük szépen, meglátjuk, hogy majd milyen reakciók jönnek itt ezekre a hírekre. Neked jó munkát, jó kereskedést, szép napot! Köszönöm szépen! Sziasztok! Barát Tiborral, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.